Fogámester azt mondja, lehet erre biciklizni? Igen, erre vannak a legjobb kerékpárutak. Hát most jelenleg Pázmándon vagyunk. Terveink szerint itt lesz az ország egyik legnagyobb csomópontja, a kerékpárosoknak egy ilyen kis birodalma. Ha ide érkeznek Budapestről, a közeljövőben megvalósul már Budapest-Balaton, és ez érinti ezt a szakaszt, akkor itt eldönthetik, hogy lemennek a Velencei tóhoz, és akár tesznek egy tókört, vagy csak kerékpároznak egyet és fürdenek, és innen pedig elmehetnek fel a Vértesbe is, egészen Oroszlányig, és a tervek szerint a későbbiekben pedig akár a szlovák határfele is tehetnek innen a kerékpárosok túrákat. Hát egy olyan kis csomópont lesz, ahol nem csak a kerékpározásnak, mint láthatjuk, egy gyönyörű természeti környezete van, hanem nagyon sok szolgáltatás és szállás is épült ki ezen kerékpárutakra, tehát mindenki, minden korosztály megtalálhatja a maga kedvencét, tehát lehet nagyon jó kis játszótereken játszani, de van jó kis boráriumunk, hogy a szerelmeseknek egy szerelem völgyi étterem, tehát itt mindenki megtalálja magának a legjobb szórakozást, ami még feltöltődést ad az egész napos kerékpározás mellett. Képbe vagyok, hogy ugye itt fog lenni a Budapest-Balaton stráda. Kerékpáros stráda, és innen csináltunk egy kis leágazást a Velencei tó felé, hogyha éppen kevésnek tartjuk a Budapest-Balaton távolságot, de erről a Vértesről én még nem hallottam, erről egy kicsit mesélj már nekünk még. Ennek a lényege az, hogy a közeljövőben, ezek azért évekről beszélünk, hiszen itt még olyan hálózati elemek fognak megvalósulni, amik egy magyar-szlovák együttműködést is ugye mögöttek el, hogy érintenek. Tehát ezek a tervek 2025-ös évet célozták meg megvalósításra, viszont már most nagy munka folyik, hogy hol, mely érintett településeken, milyen szakaszokon valósuljon meg ez a kerékpárút. Mi itt Pázmándon is megkaptuk a tervezett, a szakemberek által tervezett, íróasztalnál készült javaslatokat, és ezekhez mi a véleményünket csatoltuk, természetesen a helyi kerékpárosokat is bevontuk, mert akármennyire fanatikus kerékpáros legyen egy polgármester, akkor is az, aki folyamatosan ebben dolgozik, az sokkal többet tud hozzátenni ezekhez a tervekhez, és ezután pedig jönnek azok a háttérmunkák évekig, amik annyira nem látványosak, de sokkal több időt és energiát igényelnek egy települést vezetőtől is, és a benne részvevőktől, mint amikor már csak húzzák az aszfaltot. Hát 2025-re itt, ha minden jól megy, akkor a Vértesen keresztül Szlovákiába tudunk bringázni? Igen, ez a terv. Ugye ott a nagy városok, Tatabánya, Oroszlány, akiket érint ez a két ország közti együttműködés, már erre készülnek, hogy a kerékpárosoknak egy komplett hálózatot biztosítsanak. Mire ezek a szakaszok elkészülnek, akkor már hálózatban tudjanak gondolkodni, és elindulni akár Budapestről, és majd szlovák területeken érkezzenek meg. Hogyha egy kicsit megpróbálom magam elé képzelni Magyarország térképét, hogyha innen elindulok Szlovákia felé, az bizony északra vezet, előbb-utóbb a Dunához elérünk, és ha ott van egy Dunamenti kerékpárút, akkor ott visszafordulhatok Budapest felé, majd újra le a Budapest-Balaton. Tehát ez szépen karikázhatok körbe-körbe, mindig érintvén Pázmándot. Igen, ez a legfontosabb számunkra. Mindig is célunk volt a zöld turizmusnak a kiépítése. Szerettünk volna úgy fejlődni, hogy az ne iparosodást jelentsen a településnek, hanem hogy megőrizzük, sőt fejlesszük ezt a természeti környezetet, amit őseinktől örököltük, és ezt úgy tudjuk modernizálni és az aktív turizmusnak a szolgálatába állítani, hogy az minden egyes helyi lakosnak a saját életét is gazdagítsa. A régi egy szálláshelyből most már 20 szálláshely fele közeledünk, és mind foglaltak, tehát ez meg azt bizonyítja, hogy szuperek. Helyi vállalkozás? Igen, helyi vállalkozások, kis vállalkozások, családok, akik így hasznosítják az üresen álló ingatlanjaikat, vagy a szőlőhegyi kis présházaikat. Igazából, ami nagyon fontos egy polgármester asszonynak, hogy a helyi lakosok érzik ennek az előnyét. Tehát teljesen egyetértenek ezekkel a fejlesztésekkel? Igen, és az a nagyon nagy pozitív eredménye mindennek, hogy még a helyi lakosokra is ez ösztönzően visszahatott. Tehát a saját életükben is nagyon sokan vásároltak kerékpárt. Lehet ehhez a járvány is hozzájárult, hiszen mi egy olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem csak kerteinkbe mehettünk ki, hanem igénybe vehettük ezt a gyönyörű környezetet, és ez a kerékpárút ez pont a járványban készült gőzerővel, és a járványban is úgy adtuk át a lakosoknak, hogy nagyon szigorúan más szelektált, más előttes távolsággal, állomásokkal
tudtuk őket egy ilyen kis napra összehívni, és akkor derült ki számunkra, hogy már kb. 30%-kal nőtt a kerékpároknak a száma. A gyerekek vonzották a szülőket, a nagyszülőket, és a családok együtt kerékpároznak ezen a kerékpárúton, számunkra ez a legjobb eredmény. Azért még egyszer foglaljuk össze, hogyha pázmánat el kéne adni itt a kerékpárosoknak, akkor miket tudnánk felsorolni, hogy miért jöjjenek ide, mit tudnak itt csinálni, stb. Két mottónk van, hogy otthon a természetben. Ez azt is szolgálja, hogy vannak szerintünk pázmándiak és még nem pázmándiak. Tehát nagyon sokan vannak, akik akár egy esküvőre, a Szerelemvölgyben tartják az esküvőjüket, mert gyönyörű esküvőhelyszín, levendulás és hihetetlen egyedi ceremóniákat szervezünk, mivel az önkormányzat nyújtja az anyakönyvezeti szolgáltatásokat. És emellett pedig nagyon sok olyan program elérhető, mint ahogy említetted is, ezek a boros dolgok, ami meg a középgeneráció nagyon kiválóak. Egy gyönyörű játszótér van a gyerekeknek, minden generációnak, mezitlábas ösvénnyel, tanösvénnyel, és felnőtteknek pedig fitness gépekkel, hogy ne unatkozzanak a padon. A grillezás közben. Kihagytam a sziklamászást. Vannak olyan sziklák, amire sziklamászók szoktak jönni. Amilyen fejlesztések még vannak, terveznek itt olyan wellness szolgáltatásokat is a településen, amik szintén kerékpáros, illetve futóknak, akik ki szeretnének szabadulni Budapestről, nyújt majd szolgáltatást. Ezek szaunaház, illetve ilyen kis mini wellness központ. Ezt tervezettem majd a következő 2 évben. Fog megvalósulni. Szóljon az az polgármester asszony. Mindenképp a tesztelésre meghívjuk titeket. Tesztelés, igen, nagyon fontos lenne. Fagyi van a faluban? Igen, fagyizó is van a faluban, és nagyon jó konyhája van az önkormányzatnak is, ahol menüt is lehet rendelni. Mire a Budapest-Balaton ideér, addigra szerintem felpörög ez a turizmus úgy, hogy ki tudjuk szolgálni azt a véleményem szerint hihetetlen nagy keresletet, mert már nagyon sok budapesti várja, hogy kiszabaduljon és kicsit elhagyja a várost és lejjen. Igazából a probléma az lesz, hogy konkurenciát ad a Budapest-Balaton kerékpásztrának, és nem akarnak majd tovább menni. Így tervünk ez, hogy ez az kényelmes alig 50 kilométer, vagy még nincs is 50 kilométer, amíg Budapestről ideér egy kerékpáros, ez tökéletes családoknak, és szeretnénk őket megfogni egy éjszakára, hogy lemenjenek a Velencei tóhoz, tekernek egyet, és másnap még esetleg pihennek, elmennek a Szerelemvölgybe, játszóterekre, illetve az olyan egyéb szórakozásokat el tudják kérni, ami van lovaskocsikázás, amik ilyen fakultatív programok a településen, és utána menjenek csak tovább, akár még egy éjszakát, mert akkor ki tudnak pihenni, és utána menjenek csak tovább le a Balatonra. Vagy ne is menjenek, hosszú hétvégés, paradicsom. Közel vagyunk. Aztán, igen.